Folytatódik a nagyszabású utca és járdafelújítás Dunaszerdahelyen. A Mikszent Kálmán utca útburkolatának modernizációja után ezúttal a Széchenyi, a Béke és Csillag utcákban dolgoznak a munkagépek. Májusban ezt a három utcát újítják fel, majd júniusban a Kereszt és a Nyírfa utcák következnek. Több utcában a közlekedés biztonságot növelve új útburkolati jeleket festettek fel, amelyek a gépkocsi vezetők könnyebb ki- és behajtását segítik. Az önkormányzata a közúti infrastruktúra fejlesztését 4 millió eurós beruházási hitelből valósítja meg. Ennek egyik felét idén, másik felét pedig jövőre használják fel. Május elején egy dunaszerdahelyi építkezés során régészeti emlékek kerültek elő, mégpedig a város szélén, a termálfürdő utáni területen. A bronzkori vagy későbbi leletek megerősítik azt a tényt, hogy a térség már régóta lakott hely. A jelek az itteni Dunaág melletti kisebb településre, valamint kerámiák készítésére szolgáló agyaglelőhelyre utalnak. Az ilyen leletek nem egyediek, hiszen 2019-ben az időszámítás utáni 6.-9. századból származó veremházak, kemence és tűzhelyek nyomait fedezték fel, míg 2017-ben honfoglaláskori temetkezési helyre bukkantak egy építkezés során a város keleti részén. A Múzeumok Éjszakája 2021 elnevezésű rendezvénysorozatba a Csallóközi Múzeum is bekapcsolódott. A járványhelyzet miatt a nagyobb szabású programok még elmaradtak, viszont egyéni tárlatlátogatásra lehetőség nyílt. A látogatók megtekinthették a múzeum állandó kiállítását, valamint a kiállítási csarnokban az Önerőből című tárlatot. Virtuális múzeumlátogatásra is lehetőség volt az egyes termek háromdimenziós modelljein keresztül, a három nyelvű rövidfilmek segítségével pedig az érdeklődők megismerhették a kiállítási anyagot.